Egy hagyomány újjáélesztéseként a Berettyóújfalui Zeneiskola volt növendékei tartottak hangversenyt november 23-án a járási hivatal Fráter László termében. Az első ilyen jellegű hangversenyt 2000-ben tartották, és 18 év elteltével hívták újra életre. A volt növendékek lépnek fel a mai hangversenyünkön. Nagyon fontos kiemelnem, hogy olyan növendékek lépnek fel, akik jelenleg is valamilyen zenei oktatási intézményben járnak, illetve 1-2 éve diplomáztak le. Ha jobban belegondolok, körülbelül 30-40 ember tudnék csak a sajáti baráti körömből említeni, akik ezen a koncerten most jelen pillanat részt vehetnének. Ez tudomásom szerint a második alkalom. Valamikor 18 évvel ezelőtt volt egy ugyanilyen rendezvényünk, amelyen még én is játszottam. Számomra is nagy élmény volt, remélem, hogy a itt fellépő növendégeknek is ugyanilyen élményt fog okozni. A zeneiskola életében nagyon fontos ez, hiszen példaértékű ez a ott tanuló diákok számára. Nagyon fontos, hogy ez újdonság minden téren, Újfaluban, hogy magánének szakos hallgatók, illetve volt hallgatók fognak fellépni, mert Újfaluban nem szokás egyáltalán énekhangot hallani, ugyanis a zeneiskolában magánének szak nem létezik, tehát ők is valamilyen más hangszeren játszottak, mind a ketten zongorán játszottak. Az az igazság, hogy nem kellett senkit sem rábeszélni arról, hogy lépjen fel, mindenki bátran vállalta a hazai közönség előtt való játékot, mert hogy az nem egyszerű. A következő az december 18-a, ahol a zeneiskolai karácsonyi hangverseny kerül megrendezésre, valamint a szokásos zenekari hangverseny december 23-án, amely ugyanebben a teremben lesz 6 órától hallható és látható. A növendékek száma most hogy alakul a zeneiskolában? Jelen pillanat 259-en vagyunk. Hát azon vagyunk, hogy ez a koncert is segítsen azon, hogy jövőre minél többen legyünk. A meghívott fiatalok szívesen látogattak haza, és mutatták be tehetségüket az újfalui zeneiskolásoknak. A volt diákok kürtön, trombitán, hegedűn játszottak, két egykori tanuló pedig énekkel készült. A műsorban a zeneiskola tanárai zongorán kísérték az egykori diákokat. Nagyon szép emlékekkel emlékezek vissza a zeneiskolára. Tóth Gyula, Gyuszi bácsi tanítványaként kezdtem, illetve Szilágyi Péterné, Irmi néni szolfés csoportjába jártam. Szilágyi Péter, akkor igazgató, fuvózzenekarában is helytáltam, kipróbáltam magamat, és innentől gyakorlatilag egyenes ágon emelkedett föl a zenei pályafutás és a jövő továbbtanulás szempontból. 2010-ben felvételt nyertem a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába, ott érettségiztem. Sikeres felvételi után a Budapesti Zeneakadémia növendéke vagyok, és gyakorlatilag már lassan a képzés vége felé járok, és mindenképp zenével szeretnék elhelyezkedni és foglalatoskodni a jövőben is. Szólóban is sok helyen kipróbáltam magamat, de inkább zenekari tapasztalatok, zenekari sikerekre vagyok nagyon büszke. Sok turnén veszek részt, hál' Istennek. Nemrég jöttem haza Bécsből, most is megyek Németország, tehát rendkívül nemzetközi dolgokban tevékenykedem. Nekem a legkedvesebb emlék az talán a régi idők fúvószenekara Szilágyi Péter vezetése alatt, mikor a szombat reggel 10-es próbák, koncertek, zenekari turnék, ugye a ifjúsági fúvószenekarral, és az itt szerzett barátságok, kapcsolatok, és a tanároknak a évek hosszú során sem csüggedő szeretete, ami nagyon visszavonz ide. Milyen alapot adott maga a zeneiskola neked, illetve most hol tanulsz? Úgy érzem, hogy egy biztos alapot adott, mind szakmailag, baráti közösségileg, minden téren, és szívesen jövök vissza ide Berettyóújfaluba, esetleg játszani, vagy csak barátokkal találkozni, de meg kell mondani, hogy stresszes, tehát nem kicsivel sem izgulok kevésbé, mint bárhol máshol, sőt, talán még jobban is. Első műsorszámként kérem fogadják nagy szeretettel Borsos Máté Lajos előadásában Albin úri Gémorszonáta első másfél tételi trombitát. Zongorán közreműködik Lajos Anna. Máté zeneiskola tanulmányait Hegedűs Imrénél és Szilágyi Péterné Hírvikinénél végezte. Jelenleg a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium 12. folyamos tanulója, trombita tanára Csősz János. Thank you.
Henrik Denton, aki nem is olyan rég az iskolánk falain belül Hercegfalvi Zoltán és Németi Szilvia tanítványa volt. Jelenleg ő is a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója, hegedű tanára Bogáti Kokor orvosa. Mai műsora Beethoven G-dur románc, Zongorán közreműködik Picsor Erika. Thank you.
Charlie Solo de Congol. Előadja Szántó Bálint trombitán, zongorán közreműködik Kozma Dávid. Bálint zeneiskolai trombita tanulmányai Hegedűs Imrénél, és szólfés tanulmányai Szilágyi Péternél Irminyénél elkezdte. Ezt követően sikeres felvételt nyert a Nyíregyháza Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol 12. évfolyamos tanulóként trombita tanára Madarasi Balázs. Kérem, fogadják nagy szeretettel! Thank you.
Tornyi Blanka előadásában Vivaldi, Vedrucum mio dilettum és Nicholas Wright Ave rerum corpus című műveit hallhatják Fejsz és Dániel zongora kíséretével. Blanka zeneiskolás éveiben Sereg Szabolcsnál tanult fuvolázni, szolfés tanára Törő Ferenc volt. Ezt követően felvételt nyert a debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakgimnáziumban, ahol magányi lexakon Pap Wilhelmina és Bódi Marianna tanította. Jelenlegi tanára Mohos Nagy Éva a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán, mindemellett a debreceni Kodály kórus állandó tagja. Fogadják szeretettel! Oh.
harmadik Ezdur kürtverseny első tételét Cima Gergő adja elő kürtön, zongorán közreműködik Ficsor Erika. Gergő zeneiskolás éveiben Tóth Gyula és Szilágyi Péterné Irminéni növendéke volt. Ezt követően a debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakgimnáziumba járt, ahol Györgyi Péter tanította. Jelenleg Varga Zoltán tanítványaként a Budapesti Zeneakadémia első évfolyamos mesterszakos hallgatója. Thank you.
Imre, aki zeneiskola tanulmányait Domokos János Antalnál és Törő Ferencnél végezte. Ezt követően felvételt nyert a Nyíregyháza Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol tanára György Zsolt volt. Dávid a Tamás tanítványaként a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében vehette át diplomáját, jelenleg iskolán tanára is egyben. Műsora Oszkár Bőme, F-Mol koncert első kintele. Zongorán közreműködik Házi Katinka. Thank you.
Pap Balázs, zongorán közreműködik Kozma Dávid. A Balázs zeneiskolai hangszeres tanulmányai zongoristaként Anducska Katalinnál, szolfés tanulmányai Németh Szilviánál végezte. Ezt követően a Debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakgimnázium tanulója lett, ahol zongoraszakon Taraszova Marianna tanította, jelenleg 13. évfolyamos diákként magánének szakon tanára Budi Marianna. Jövőre felvételizik a Budapesti Zeneakadémiára. Kérem, fogadják szeretettel! Zongorán közreműködik Házi Katinka.